És a következőkben pedig szeretném nektek bemutatni egy új menedzserünk gondolatait, hiszen azok, akik menedzsernek minősülnek, azoknak mindenkinek megvan a saját sztoria, és mindegyikből lehet tanulni. Úgyhogy a következő blokkot nem én vezetem le, hanem a következő blokkban Tóthné Bella Renáta menedzser bemutatja nekünk Kubinyi Ida új menedzsert! Micsoda energia, úristen, ezt vigyétek haza, ami az előbb is volt itt a színpadon, meg amiről majd most is következik. Hoztam egy kis szabályvezetőt magamnak, hogy ne nagyon térjek el, akit én most szeretnék nektek bemutatni menedzsert. Egy fantasztikus, csodálatos anyukát szeretnék nektek bemutatni. Felnézek rá egyébként mindenféle szempontból, majd fogjátok látni, hogy milyen van. Egyébként 2016. decemberben csatlakozott a Forever-höz. Két pici lánya van, egy 3 éves és egy 5 éves, és közgazdászként végzett, és egy multinál dolgozott. Otthon volt a gyerekek, amikor rátalált a Forever. Úgyhogy én azért is nézek fel egyébként nagyon rá, még amellett, hogy fogjátok látni, hogy megnézik fölve, mert úgy lett menedzser, hogy nincs egy supervisor sem, ami azt jelenti, hogy hatalmas csapatot vezet. Kubinyi Ida! Tudom, milyen 3 gyerek mellől hálózatot építeni és csinálni ezt az üzletet, mert ugye nekem 3 fiam van, de igazából arra lennék kíváncsi, hogy ha te 2 gyerek tudsz menni, ugye 2 kicsi lány mellől, hogyan kezdted el ezt az üzletet, mennyi idősek voltak a lányok, amikor te az üzletbe belekezdted? Hát a zsonyok elég picik voltak, a kisebbik még nem volt 1 éves, a nagyobbik pedig 3. Igen, otthon voltam a lányokkal, és előtte én egy gyerekmegvállalatnál dolgoztam, amit egyébként szerettem, imádtam, de napi 11 órát lenyomtunk az irodában, és amikor otthon voltam, én ezt tudtam, hogy én ezt nem akarom a lányok mellett csinálni, és nyilván kereső fázisba kerültem. Nem tudtam, hogy mit keresek, inkább azt fogalmazódott, hogy nem, hogy milyen életet szeretnék élni. Egyrészt egy olyan életet, ahol minőségi időt tudok adni a gyerkőcémnek, másrészt pedig én azt is láttam, hogy bérbőfizetésből nem fogom tudni nekik megteremteni azt az életet, amit megálmodtam nekik. És életlenek nincsenek. Nagyon érdekes módon álltam rá Ágira és Tonya pénzkeres programra, ugyanis egy ismerősöm kedvelte az ő oldalát, és így jött velem szembe gyakorlatilag. Hát én eleinte megfigyelő állásponton voltam. Engem nagyon megfogott Áginak a kommunikációja, az éles stílusa, és nyilván nagyon tudni akartam, hogy mi ez az egész, és rájöttem, és így kezdődött a történet. Sokszor halljuk azt a kisgyerekes anyukáktól, akik még nézelődnek, hogy a gyerekektől nem akarom elvenni az időt. Te hogy látod ezt? Vagy mennyire vetted el a gyerekektől az időt? Vagy akkor vetted volna el tőlük az időt, hogyha visszamész dolgozni, amit mondtál esetleg 10-11 órában, és azt így látod, te mikor mész el? Így van, tehát attól féltem nagyon, hogy akkor fogok tudni velük nagyon-nagyon kevés időt tölteni, hogyha visszamegyek a munkába, mert a munkáltató nem lett volna arra tekintettel, hogy nekem pici gyerekeim vannak, nem érdekeltem volna, hogy 2 hetente betegek és nekem otthon kell lenni, vagy éppen az óviban nyílt napban, ahol egyébként egész péntek délelőtt ott ültem, mert megtehettem. Tehát nyilván ugyan, visszamentem volna egy mókus kerékbe, ami nyilván, miután már ott vannak a lányok, sokkal de sokkal rosszabb lett volna.
semmivel nem veszek el tőlük több időt, sőt, sokkal többet kapnak belőlem azáltal, hogy otthon vagyok. Igazából ebbe szocializálódnak bele. Tudják, hogy anya otthon van, tudják, hogy anya nem a gép előtt ül, vagy a Facebookot pörgeti, hanem anya dolgozik. Persze, egy egyéves gyerek még nem feltétlenül érti ezt, de tudtam, hogy ahogy nőnek, egyre jobban meg fogják érteni, és egyre inkább hagyni fogják, hogy dolgozzak. Az elején nem mondom, hogy könnyű volt. De nyilván most már annyira okosak, hogy tudják és tiszteletben tartják, hogy ha anya beszélget, akkor anyát most nem zavarjuk. És hihetetlen rugalmasan éljük az életünket, tehát reggel a nagyobbikat elvisszük az óviba. Meg tudom tenni, hogy csak délig kell ott lennie az óvodába, mert ebéd után el tudom hozni, és otthon tudnak lenni a testvérek, és sok időt tudnak együtt tölteni. És nyilván ott vannak a délutánok és az esti órák. Én úgy osztom a napomat, hogy nem feltétlenül akkor pörgetem a telefonomat, amikor velük vagyok, vagy mellettük vagyok, hanem nekem ilyen blokkjaim vannak, tehát nyilván is dolgozok napi 6-7 óra hosszán, de azt úgy osztom föl, hogy a lehető legkevesebbet tegyenek ebből az egészből észre. És a nehézségek, mert azért mindenkinek vannak egy kis nehézségek. Neked mik voltak azok a nehézségek, amiken keresztül mentél, vagy menedzser lettél? A nehézségeknek nem nevezném őket, de csak azért, mert nem annak fogtam föl őket. Ezek körülmények, amik igazából mindenkinek vannak, én úgy gondolom, és mindenkinek más. Mindenkinek más az élethelyzete, teljesen más élethelyzetből kezdi el építeni az üzletét. Az a legfontosabb, hogy átalakítsuk a napi rendünket, és nyilván mindig oda tegyük a fókuszt, ahol éppen vagyunk. Úgyhogy nincsenek nehézségek, csak akkor legyártjuk őket. Igen, ezt én fogalmaztam rosszul egyébként a nehézségünk beszéltem, de nem az nyilván. Attól függ, hogy fogjuk fel, minek fogjuk fel, igen. Azt szeretném még tőled megkérdezni, hogy miért szerettél volna menedzsernek lenni, és minden újdonság az, hogy te menedzser vagy? Miért jó az neked? Nyilván, aki elindul az üzleten és komolyan beszél, nem csak fogyasztói szinten kezdi ezt az egészet, annak mindenkinek a menedzseri szint az első nagy célja. Ebben nyilván sok mindent bele lehet látni, és mindenki más mindent állt bele. Én a menedzseri szintben azt a lehetőséget láttam meg, amit megálmodtam gyakorlatilag, tehát azt a rugalmas munkaidőt, azt a szabad életet, és nem utolsó sorban azt az anyagi biztonságot, amire én vágytam. Arról nem is beszélve, hogy olyan fantasztikus a csodacsapatnak a menedzseri gárdája, a vezetői gárdája, ettől egyik fantasztikus emberek, és valóban kivételes ide tartozni. És még arra szeretnélek kérdezni, hogy említettem, hogy te ugye ületi menedzser, nincsen szupervázor, de azt jelenti, hogy hatalmas csapatban dolgozol együtt. És hogy kikkel dolgozol együtt a munkákkal, vagy esetleg másokkal, tehát milyen emberekkel dolgozol, kikkel áll a csapatban? Ez érdekes, mert folyamatosan változott és alakult, ugyanis hasonlót hozzá szokták mondani, tehát én is kicsit gyerekesen egyébként kezdtem el építeni az üzletet, és nyilván először hasonlóan kisgyerekes anyukák találtak rám, hogy én kerestem meg kisgyerekes anyukákat, mert azt raktam első körben a fejemben, hogy ez a legoptimálisabb egy kisgyerekes anyukának, aki otthon van, gyesen gyeden, és nekünk ez mennyire szuperül beéleszthető a mindennapjainkat. És sokat beszélgettem erről Ágival, és igazából ő fordított át a fejemben, amikor megkérdezte, hogy szerinted két pici gyerekkel otthon az nem ér fel egy főállással? És akkor megértettem, hogy de. Mert hogy ne érnek föl, sőt, a gyerekek egy 24 órásak, és nem napi 11 órásak, és ahogy ez a gondolat átfordult a fejemben, bevonzottam, hogy megérkeztek azok a nők és édesanyák, akiknek már nagyobb gyerkőcei vannak, már visszamentek főállásba, és főállás mellett is igenis fel lehet építeni egy ilyen üzletet. Fantasztikusak a csajok, tényleg hatalmas az elköteleződés, és gyönyörűen jönnek föl. Úgyhogy szuper élünk lesz. És mivel holnap fogjátok még ideát hallani, én többet nem is fogadnám, de nagyon-nagyon várom már a holnapi előadásodat, és köszönöm szépen, hogy megosztottad velem a gondolataidat.